kutyák a mérföldet. Amikor létrehozták, akkor még senki, aztán következő évben már Roger Bannister ugye elsőként megtörte ezt a 4 perces mérföldet. Sors fintora, hogy Sir Roger Bannister soha nem futott az Emsley Car mérföld elnevezésű versenyszámban. Ez sem gyémánt liga versenyszám, csak úgy, mint hogy volt a 400 gát korábban, de a versenyszámhoz tartozik egy egészen különleges borítású könyv, aminek most már a második kiadását látják el kézjegyeikkel a világ legjobb közép-hosszú táv futói. A kétszeres címvédő Asbel Kiprop most nincs itt a mezőnyben, és igazából ez egy picit gyengébb mezőny, mint amit az elmúlt években megszokhattunk az Emsley Car mérfölddel kapcsolatban. A képen látható Jake Whiteman egy különleges szereplő ennek a mai estének. A helyi műsorközlő nem más, mint az ő édesapja, Geoff Whiteman, aki szintén egy kiváló nemzetközi atléta volt, és Geoff több kiváló világbajnokságnak volt már a hangja a stadionban, egyébként az olimpiának is jó volt az egyik helyi angol nyelvű műsorközlője, roppant szimpatikus úriember. Jake pedig kifejezetten jól futott az amszterdami EB döntőben, kb. 1200-tól 1300-ig vezetett, aztán utána még volt 200 méter hátra, abból az 1500-as döntőben az nem esett annyira jól neki. Összesen ketten vannak a mezőnyből, Nathan Brennan Kanadából és Chris O'Hare Nagy-Britanniából, akik ott lesznek Rióban. A többieknek nem sikerült úgy a selejtező és a hazája bajnoksága, ahogy az talán kellett volna. Viszont vannak akkora nevek, akikkel érdemes foglalkozni. Az egyik az a Lionel Manzano, aki 1500-on olimpiai ezüstérmes volt ugyanezen a pályán, még 2012-ben. Aztán itt van a kenyai Vincent Kibet, aki jól ismerünk, hiszen több gyémántliga versenyen szokott futni, és általában ott a második, harmadik, negyedik hely egyikén ott van. Elmúlt hétfőn például Székesfehérváron volt második 1500-on. Aztán James Kiplagat Magut, aki tud 3.30-at, és a brit nemzetközösségi játékokat nyerte meg még 2014-ben. Andrew Bayer egy kiváló 3000 akadály futott, a piros mezek tekintetében hátulról a második. Silas Kiplagat, aki minden idők negyedik leggyorsabb 1500-asa, és Lee Emanuel, aki az Európa-bajnokság 1500-as méterében volt hatodik. És akkor már csak Timothy Cherry-t nem említettem, aki 20 esztendős, van egy VB 7. hely 1500-an, 57-28 az első 400, és a kenyai bajnokságnak az ezüstérmese. Rotich és Kiptu az, aki egyelőre a tempót diktálják, ő a két nyúl, ott van Duma és Cherry-t mögötte, az a Cherry-t, akit említettem, alig 20 esztendősen, Silas Kiplagat közvetlen mögötte, jön Vincent Kibet is. És ha jól látom, akkor Lee Emanuel az a brittek EB döntőse, aki még az első 4 hely közé igyekezett beférkőzni. Richard Duma, a hollandok középtávfutója, neki még nincsen egy mérföldre szóló egyéni csúcs, egy alapcsúcsot fog felállítani, amennyiben sikerül befejezni ezt a versenyt a megfelelő táv végén. Féltávhoz közeledve egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit kezdenek leszakadni a nyúltól. Kiptő és Rotich ki is futott a képből egy pillanatra. 58-78 volt a második kör, így 1.56-05 a 800. Cserjőt és Kiplagát. Manzano egyelőre a mezőny vége felőtt. Nagyon lehúzták a szakértők, hiszen egy 4.06-os 1.05-öt futott egy pár nappal korábban Franciaországban. És Manzano eddig sem arról volt híres, hogy egy kiegyensúlyozott teljesítményt tudna nyújtani az egész év sorozata folyamán, de egyelőre ez a 4.06-os franciaországi 1.05, ez sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy Manzano felett elszállt az idő. Na, ilyenkor szokott rácáfolni arra, és visszajönni egy olyan versennyel, ahol mindenkit maga mögé utasít. Mindenesetre a táv 3/4-éhez közeledve még mindig Silas Kiplagat és Timothy Cheruiyot az élen. Kiptut hagyjuk, hogy az iran menő ki fog állni elég hamar. Aztán jön majd Lee Emanuel, és ott van, ha minden igaz, akkor Tom Lancashire is abban a sárga-kék fölsőben, az 5. hely környékén Emanuel mögött. Kiptu most lép arrébb, amikor becsengetnek az utolsó 400 méterre. Lee Emanuel és Cheruiyot az élen egyelőre. Emanuel rosszabb távot választott, vagy rosszabb vonalat, hiszen ő kint van a 2. pályán. Jön Jake Whiteman ott a 4. hely környékén a brit nemzeti színű mezben, és jön Tom Lancashire mögötte. Mondanom sem kell, felrobbanna a stadion, hogyha a két kenyait sikerülne a britteknek legyőzniük. Silas Kiplagatnak egészen más elképzelése van erről, hiszen ő tud 3.28-on belül 1.05-öt, és egyelőre
kiplagált cserűt, és Kibet az, aki elég csúnyán megfuttatja Jake Whitemanéket és Lee Emanuelt. Cserült és kiplagát talál egy másik sebességet 180-al vége előtt. Kibet most már kezd visorítani. Jake Whiteman lehet az angolok egyetlen megmentője. El sem tudom képzelni, hogy a kedves édesapa mennyire kiabál a stadionban a kisfiának, hogy gyere Jake, próbáld utolérni a kenyélyakat. Nem lesz könnyű, hiszen kiplagát, Cserült és Kibet egy másik sebességet képviselnek. És nyernek 353-05-tel. Jake a negyedik. Ettől még az egy nagyon-nagyon szép teljesítmény volt valahol 354 környékén. Egy egészen fiatal brit tehetségtől. Kiplagát megrázta magát, és gondolt egyet. Akkor, amikor mindenki másot összetömörült, ő 220-szal a vége előtt az érre állt, és kocogott egy 353-as mérföldet. Hát, korábban szerintem ott a kanyar után jött. Akkor 280-nal a vége előtt. De ez egy félelmetes egyéni csúcs Jake Whiteman-től. Egy nagyon tehetséges kis srác egyébként. 357-80-ja volt eddig, az biztos, hogy bőségesen megjavította. Itt van Jake. 22 esztendős. Az talán nem meglepő, hogy a példaképe az a Lord Sebastian Coe, aki ugye korábban világcsúcstartó volt, olimpiai bajnok, 800 méteren. Itt fordulnak be a céljenesbe, kiplagát Cserült és Kibet. Nem úgy fáradnak el, mint a többiek. Ez a különbség az 1500 és a mérföld között, ez az utolsó 109 méter. Itt nekik még maradt egy kis kakaó. És itt van az a bizonyos könyv, amiben bele kell írni egy pár gondolatot, egy pár mondatot. Szerintem csak egy autogram lesz ebből, nézzék el Cyrus Kiplagatnak, hogy most nem fogalmaz meg oda komolyabb sorokat, illetve üzeneteket. Köszönjük szépen, ott az ő neve is, immár. 2012-ben egyszer már megnyerte, azóta Agustin Csoge és Asbel Kiprop kétszer győzött. Lionel Manzano még 2011-ben. Lord Sebastian Kó is ott van természetesen. Tudott nyerni, hát ki más adná át azt a virágot, mint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség. Immár elnöke tavaly augusztus 31-e óta. 19-én volt a választás, de 31-én vette át a szerepet Lamin Diáktól, Lord Q. 77-ben nyerte meg a Sir Emsley Karam mérföldet Lord Sebastian Q. 357-67-tel tette azt. Aztán utána 1983-ban is győződött, de hát az első győzelem az 77-ben volt. Nagyon komoly nevek nyerték azért. Ez egy nagyon-nagyon komoly téma, és azt néztem, hogy egyetlen egy olyan európai győztes volt, aki nem brit, és ő az a François Rézé, aki volt Európa bajnok 1500-ban, és éveken keresztül az Európai Szövetség olasz tanácstagja volt, aztán egy betegség miatt lemondott erről a tisztségről, most már Alfio Giomi, az olasz szövetség elnöke képviseli a olasz csizmát az Európai Szövetség tanácsában, de Franco egy kedves, jó barát a mai napig. Érdekes, hogy Európában, ugye Nagy-Britannián kívül a mérföld az nem